Az Oroszkai Militári Historikál Múzeum szervezésében idén is megelevenedett a történelem egy szelete. Mintegy 300 hagyományőrző katona bevonásával a II. Világháború felvidéket érintő egyik legvéresebb eseményeinek egyikét, az Üdvind hadműveletet elevenítették fel. A bemutató során mintegy 20 korabeli kerekes és lánctalpas katonai járművet is bevetettek, illetve repülőket és ágyúkat. A déli szél, vagyis a német hadművelet célja a szovjet csapatok Garam híd főállásainak megsemmisítése volt. Ezt mutatták be másfél órán keresztül látványos összecsapásokkal, valósághű életképekkel Oroszkán. Olyan eseményeket elevenítünk fel, amik megtörténtek itt ezen a harctéren, ezen a környéken. Úgyhogy valójában itt lehetett látni a szovjet harckocsi, ahogy körözött a ház körül. Ez konkrétan perceken történt meg ez az esemény, hogy egy német repülőgép berepült és meglátta ezt az orosz harckocsit, és elkezdte hajtani, kergetni. A szervező azt mondja, most még csak remélni tudja, hogy 2019-ben is megrendezhetik a bemutatót. Ez az Európai Parlament szeptemberi döntésétől függ majd, ugyanis az EU-ban tovább szigorítanák a vaktöltényes és a hatástalanított fegyverek használatát, illetve tartását. Sajnos tényleg Brüsszel úgy, hogy be akarja tiltani itt ezeket a vaktöltényes fegyvereket, meg akarja változtatni a dolgokat, és hogyha nem fogjuk tudni használni ezeket a vaktöltényes fegyvereket, akkor valójában ez a hadtörténeti dolog, ez itten megszűnik létezni, úgyhogy mert mondjuk meg igazából, hogy azért fapuskákkal szaladgálni az nem méltó erre, úgyhogy. Ráadásul a térségben ez az egyetlen olyan bemutató, amely két nyelven, vagyis a szlovák mellett magyarul is tájékoztatják, illetve avatják be a látogatókat a II. Világháború garammenti csatáinak részleteibe. Ennek köszönhetően nagyon sok magyarországi jön el Oroszkára, de azért is, mert az esemény a szakmai eszmecserék, illetve a háborús relikviákat gyűjtők számára is biztos találkozási helyé vált. Egy nagyon egyedi hadijáték magyarországiakhoz képest. Többek között azért, hogy részben nyelvi különbségek miatt is sokkal ritkább Magyarországon a csehszlovákiai hadsereg hagyományőrzése, és ez egy nagy újdonság azokhoz képest, amit általában otthon látok. Emellett még gyűjtök is, mindenféle felszerelést, főleg magyar, de minden érdekel. A látogatók azt mondják, az élő történelem órának is beillő rekonstrukciós játék, egyben tiszteletadás is a háborús hősök emléke előtt, ugyanakkor nem hátrány a történelem ismerete sem. Én úgy gondolom, hogy meg lehet nézni egyrészt a műszaki oldalát, hogy hogyan is néz ki ennek a dolognak, másrészt ez pedig egyfajta tisztelgés is az egyébként bármilyen nemzet katonája előtt, akik elestek a háborúban, hiszen mindegyik nemzet katonájáról elmondhatjuk, hogy a kötelességüket teljesítették és a saját hazájukért harcoltak. Fontos az, hogy hogyan tanítjuk a történelmet, mert vagy úgy, hogy elmondjuk szárazon az egészet, de viszont, hogy nagyon sokan nem szeretik, vagy elvisszük a gyerekeket ilyen, ugyanilyen bemutatókra, és azt szerintem sokkal jobban megszeretetik, meg mégis átélik azt, ami volt. A bemutató után a látogatók szinte ellepték a csatateret, és igyekeztek kipróbálni minden harci eszközt, de a több mint 70 éve történt eseményeket már nem szeretnék átélni, mondják a hordtestvérek. Ők egyebek mellett épp vegyvédelmi ellenőrzést végeztek. A ruházatunk az német, az enyém, a tesómé az magyar, és hát igazából körülnézünk, meg felszedjük a történeket, amiket találunk. Az előbb arról volt, hogy vegyvédelmi. Hát a gázálarcunk az vegyvédelmi gázálarc, ami legtöbbször lehet látni, aminek nem így néz ki, hogy ilyen gumis, az a polgári gázálarc, azt szét szokták osztani, az olyan olcsó, ez drágább fajta. Az eseményen első világháborús, valamint a rendőrség és a tűzoltók is bemutatót tartottak, de felvonultatták a csehszlovák néphadsereg haditechnikáját is.